így a zenész világban, hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy kapcsolatokat építs. Azok a dalok, amik most mennek, ugyanúgy fogják hallgatni, szerintem 40 év múlva. Az újabb generáció is ki van éhezve arról, hogy még nem volt fesztivál. Egy olyan zóna, amiben minden belefér. Változatos témák, változó vendégek. Chill Zone, a Szolnok Televízió podcastje, ahol a változás az egyetlen állandó. Üdvözlöm a kedves Chill Zone nézőit! A mai témánk az, hogy igazából hogy is szórakozunk most, hogyan szórakoztunk régen, és minden olyan témát írtunk, ami ebbe belefér. Segítségeimre lesz három vendégem, Farkas Róbert, Szabó Erik és Sárszegi Dávid. Na, nektek mit jelent az, hogy szórakozás? Mi nektek egy buli? Kezdhetem? Persze, kérlek szépen. Köszönöm, itt randi idő szeretném elkezdeni. Hát az 1800-as években elkezdtük. Pont erre gondoltam. A templom után, aki jött a templom. Akkor nézőink, kedves nézőink, kezdjük a régen, mi volt? 1800, nem. Tehát igazából én vagyok a rangidős, és hát sok minden azért a feledés homályába is merült. Azért, mert a bulizás közben szerintem sok mindenre nem biztos, hogy visszaemlékszik az ember. Igazából szerintem azért is fontos egy kicsit így lelazítani, mert annyi feszültség gyülemlik fel az emberben a hosszú koncertek, a tanulás alatt, hogy valahol le kell vezetni a feszültséget, és hát a bulizással a legegyszerűbb. Kiengedjük a gőzt. Amivel párosul mondjuk egy kis alkoholfogyasztás is. Talán, de azért nem, túlzásban nem szabad esni. Persze valamikor előfordul, de attól függetlenül nem szabad. Szükséges szerintem. Hozzá az alkohol egyébként? Nem szükséges szerintem, de hát ha már ott van, akkor... Na és számotokra mit jelent a szórakozás? Hát én ugye 14 óta bulizom. Hát még akkor... 2014 éves vagyok. Mikor ugye kiépült rendesen az új Tiszapark, és emlékszek, hogy még én voltam ott nagyon kicsik között, és akkor mindig így felnéztem a nagyokra, és örültem, hogy megkínáltak az alkoholból, mert pénzem nem volt, meg nem mertem ugye bemenni boltba, de ahogy így idősödtem, így egyre jobban lett önbizalmam, meg már 17 évesen oda mehetem benni a kocsmába. Már engedtek a szülők is. Ja, igen, meg igen. Mindig adtak egy ezres, de mindig visszahoztam, mindig így találtam ember. Utam módon, hogy tudtam inni, szóval. De én nagyon szeretek meg. Szerintem egyetért vagy, Robi, hogy nem feltétlen szükséges az alkohol a bulizáshoz, mert lehet többféleképpen is bulizni, nem csak inni lehet más is, lehet anélkül, minden nélkül is bulizni. Ez attól függ, hogy milyen társaságban vagy szerintem. Mert jobban a társaság visz magával, és ha te egyedül vagy egy alkoholista társaságban, akkor te sem bírod ki, hogy ne így áll. Erre tök jó példa az öcsém, hogy elment búj a táborban. És ő eddig életében nem volt addig, és hazajött olyan másnap, hogy én nem tudtam, hogy mi van vele, egy tiszta zöld színű. Rá se ismerkedni. Zöld színű volt. Alkoholt mondtad meg ugye ezt a társaságot, hogy akkor ugye ez a birkaeffektus, stb. De itt van Dávidunk, aki meg egyáltalán nem iszik alkoholt. Én ilyen szempontból, igen, majd kinövöm hátra. Ilyen szempontból elég különleges állatfaj vagyok, igen. Igazából érdekes, mert 20 éves koromig nem volt ez tudatos, hogy nem iszom alkoholt. Egyszerűen csak úgy jött ki, hogy sose vitt magával ez a dolog, aztán amikor így rádöbbentem arra, hogy nekem eddig se volt erre szükségem, akkor ma úgy voltam, mert olyan most már akkor én így adom le a kulcsot, hogy nekem erre nincsen szükségem. Semmivel nincsen bennem, hogy én most újra mutogathassak bárkire, hogy bárki kevesebb azért... Tehát nem nézel le senkit azért, de hogy semmi ilyesmi, hogyne. Sőt, igazából nagyon szeretem az Illuminati emberek társaságát. Jó fejek, mi? Mókásak, igen, de az idő kellett mondjuk, hogy bevalljam magamnak is, igen, hogy tényleg vannak olyan emberek, személyes jó barátaim is, akik, hogyha megtalálják azt a határt, tudod, ami még éppen old egy bizonyos feszültséget, de még azért nem megy túlzásba, akkor tényleg egy tök jó fej ember lesz belőle. Szóval az aljasodás nem fér bele, igen, Robi? Bocsánat, csak azt szerettem volna mondani, hogy ha koncertekre mentek, akkor mindig te vezetsz. Ah, igen, így van. Ő pont kapóra jön, az az egy hülye, amelyik nem vezet, hogy nem hiszi. Én sokat vezetek egyébként, hogyha megyünk valóban. Akkor te sem iszol olyan sokat olyankor. Nem. Vagy egyáltalán? Azt nem mondom, hogy egyáltalán, de sokat vezetek.
Hát akkor az ember nem iszik, nyilván. Ez nálunk is szent. Tehát koncert előtt nem is szabad. Így van, így van. Tehát zéró tolerancia van nálunk is ilyen szempontból. Hogy... Utána lehet lazítani, de... Így van, így van, így van. Én inkább vonatozom, meg inkább sétálok. Nehogy megkeli ezt a dolgot. Valaki éppen megkínál az utcán, hát akkor muszáj inni egy kortyot. Mert volt ez nem kívánságműsor. Volt ő, hogy tavaly nyáron dolgoztam, aztán még elmentem iszogatni így hajnal 3-kor az ismerőseimhez, és 6-kor felszálltam Tacs részegen a vonatra, aztán felkeltem Debrecenbe, úgyhogy 11-re meg haza kellett jönnöm forgásra. Olyan szép volt, meg olyan jót aludtam a vonaton, a kallereket odaadtam, hogy egyet fél álomban, aztán meg nem keltettek fel. Megszállt. Igen, hogy fizessen még vissza Debrecenből is. Úgy olyan szívesen hallgatnék a kallereket, és ilyen sztorikat. Biztos, hogy nagyon sok van. Hány embert nem tudott felkelteni a vonaton. Egyébként ti nem érzitek azt, hogy jó, nyilván rámegyünk mindjárt, hogy milyen volt régen, de egyébként én azt tapasztaltam, hogy ahogy elkezdtem bulizni járni meg szórakozni, hogy az elején még annyira ez a fényűzés, hogy menjünk mindenhova, a szocializáció, minél több barátunk legyen, öleljük meg az egész világot, meg minden, és ez később már most inkább azt tartom prioritásnak, hogy inkább adjanak mellém egy olyan embert, akit szeretek meg, aki a barátom, és mindegy, hogy hol vagyunk. Lehetünk a legrosszabb, legcsúnyább, legérdektelenebb helyen a világon, akkor is jól fogom érezni magam. Ti ezt hogy látjátok? Jó, akkor kezdem én. Ugye, mivel én két év vagyok fönt Pesten egyetemen, így nekem újból kellett a baráti körömet kialakítanom félig, mert hogy legyen Szolnokon is, meg legyen Pesten is. Ugye nem jött szinte senki Szolnokról olyan, akivel tudtam volna. Így meg így plusz a vendéglátásban is ugye állandóan kapcsolatokat építek magam köré, hogy nem minden kapcsolatot, hanem a hasznosabb kapcsolatokat. Azért próbálom arra vinni, hogy aki hátráltat, azzal nem próbálok meg új kapcsolatot képíteni, de alapvetően szerintem fontos az, hogy nyitott legyél az ismerkedésre, meg úgy lehet a legjobban, meg a legjobb pofább dolgokat kihozni a napokból. Hát koncerteken nagyon sok olyan emberrel találkozunk és megismerkedünk, akik érdekesnek bizonyulnak. Nem azt mondom, hogy összejárunk utána bulizni, mert hát az ország másik végén azért az ember nem járkál mondjuk Győrbe vagy Pécsre minden nap. Akkor ott úgy az ember úgy jól érzi magát, és akkor úgy el tudunk beszélgetni. Esetleg, hogyha nem vezetek, akkor egy kólát is megiszunk, de... Kemény buli. De ez szerintem ez nagyon fontos, és nagyon tényleg, amit mondtál, hogy teljesen mindegy, hogy hol van az ember, hogyha olyan partnereket talál, vagy olyan ismerősöket, olyan barátokat fedez fel, akkor jól érezheti magát. Teljesen mindegy, hogy van. De nem is feltétlen kell szerintem buliba lenni ahhoz, hogy jól érezd magad, és sose felejtem el azt, hogy egyszer kim voltam, mamámiknak kerítést festettünk. És fölhívott a legjobb barátom, hogy figyelj már, mi lenne, hogyha kimennék, hogy segítenék. Végülis elférsz, ecset az van. Eljött, és csak arra akarok kiukadni, tényleg egy rohadt kerítésfestésből is. Egy annyira jól éreztük magunkat, mert ott voltunk együtt, és csak simán élveztük azt, hogy együtt vagyunk. Ez szerintem ma is így van, ma is megvan. Mondjuk tényleg ebbe belekapaszkodok abszolút, hogy nálunk is például így a zenész világban, ahol nagyon-nagyon fontos az, hogy kapcsolatokat építs, és ezt tényleg meg tudjuk tenni esetleg úgy, hogy vendégzenekar vagy éppen, vagy te hívsz meg egy vendégzenekart, így egy ilyen koncertsorozaton, mint például, ami itt Szolnokon is van, csak beszélgetsz a többiekkel, milyen volt hangosítás, tapasztalatok, stb. És óvatatlan, hogy megismeritek egymást, és tényleg, ha nem is járkáltok így egymás közt kilométerbe, ugye várostól városig, de mégis, hogyha megint összefújt titeket a szél, esetleg egy közös koncerten tök jó úgy fellépni, hogy már vannak ugye ismerős arcok, igen. Így van. Miben változott szerintetek az elmúlt 30 évben mondjuk ez a bulizás? 130? Ez a bulizási szokás. Ja, én sem voltam terve nyugi. Én Miskolcon jártam középiskolába, akkor még... Mikor is? 1986-tól 90-ig. Tehát 1800, vagy 1900, mindegy. És akkor még ugye az ember középiskolás korában nem úgy jár szórakozni, nem is voltak olyan lehetőségek, és nem is volt ildomos ennyi idősen járni sehova. Persze voltak olyanok, akik járkáltak. Amikor főiskolás voltam, akkor Debrecenben voltunk, az egy elég zárt közeg volt, mert a Debreceni Főiskola, az Emlőzeti Főiskola, az egy épület a kollégiummal egybeépítve. Tehát ott egybe volt mindenki, nem nagyon járkáltunk ki, mert minden ott volt. Tehát ott csináltunk ilyen makaroni partikat, vörösboros mártásban,
Tehát ilyen bulik voltak azért, nagyon jó volt beszélgetni, összejárni, a zenéről, a tanárokról, a koncertekről beszélni. Akkoriban inkább az volt, tehát én nem tudom, hogy milyen diszkóba járni, mert én nem nagyon jártam diszkóba. Aztán utána, nem tudom, külföldre, amikor voltam, akkor egyszer-kétszer így elmentünk egy-egy helyre, de tehát nem tudok igazából érdemben mit mondani, hogy akkor milyen volt, és nem tudom összehasonlítani annyira, ami most van, mert amikor most elmegyünk, akkor beülünk, mit tudom, egy sörözőben, megiszunk pár sört, és akkor beszélgetünk a barátokkal. A diszkóba itt se járok. Nem vagyok egy táncos lábú, úgyhogy nem ki tudom. Tudja, ki kell egyszer próbálni. Nem, hidd el, hogy nem. Se énekelni, se táncolni. Ezt a kettőt nem. Na és ti mit gondoltok? Szülők, nagyszülők, valamit mesélnek, hogy aj, kisfiam, nem úgy megy bulizni, mint én annó. Ja, igen, hát, tudod, van ez, hogy elmennék bulizni, jó van, de hát fogsz füvezni? Á, de hogy fogsz inni? Á, de hogy akkor minek mész? Nyilván, de szerintem hál' Istennek mindig meg lesz az a célközönség, ami megmarad egy bizonyos szórakozó helynek. Tehát mindig lesznek, akik inkább ezek az este 8-tól reggel 4-ig bum-bum valahol egy klubba esetleg. Ami teljesen jó, ez az ő bulizási formájuk, ezt ők élvezik. Megmaradunk mi is, ez a haverokkal kiülünk bárhova, én is fölcisszentem, amit én iszogatok az este folyamán, és tényleg sztorizgatás, beszélgetés, röhögés folyamatosan. Nálunk nagyon sűrűn előkerülnek társasjátékok, imádjuk, és tényleg sírva röhögünk. Nekünk az a, hát mi ezt nevezzük bulinak igazából, de szerintem mindig meg fog maradni, szerintem a jövőben is lesz az, aki inkább lemegy egy ilyen füst, fény, hangos zene, toljuk az életet, és lesz mindig valaki, aki ilyen chillesen leül valakikkel, vagy egy társasággal, akár egy kertben, sajátjából, vagy bárhol máshol, és tényleg csak beszélgetnek is. Engem kifejezetten zavar a hangos zene. Egyébként ez érdekes, hogyha megfigyeltétek, a mostani Tiszapart az olyan, hogy mint így szelektálódott most már ilyen jó oldalra és rossz oldalra, vagy tudod, a Pálfi felé vannak tényleg a fiatalok, és azok, akik szeretik nagy kanállal falni az éjszakát, és egy picit ugye a Tiszaszálló felé elorientálódtak azok, akik, még tudom én, egy pohár bor mellett a párommal leülök esetleg, beszélgetünk a barátokkal, és ők nem. De ott például pont az van, igen, és nem értem, már pedig 25 éves vagyok, még nem kéne, hogy olyan öreg legyek, hogy 5-6 méterenként 100 000 decibelen szól a teljesen más zene, és kiabálva beszélnek egymással az emberek, mert semmit nem hallasz a másikból, mert szól a zene, mert az kell. Én is azt mondom, hogy kell, de nem úgy nyilván, hogy ne halld a másikat. Ez érdekes, igen. Szóval akkor szerintem éppen ezért járnak kevesebben szórakozó helyekre be, mert ugye mióta van a külső hang, vagy a hordozható hangszóró, azóta már hallgathatod a saját zenéket. Ingyen. És tényleg nekem ez van, amikor nagy néha nem dolgozok és kimegyek bulizni, akkor én is általában Tiszaszálló felé szoktam menni többiekkel, hogy halljam magam, mi is kiviszünk egy hangszórót, és szépen ilyen, nem százalék lesz. De még ott is az van, hogy techno, rock, nem tudom milyen zenét, tehát még ott is tudsz választani, hogy inkább ide jöjjek, inkább oda jöjjek, melyik érdekel jobban a mulatós, vagy éppen a másik. De az, hogy ott egymás mellett élek 6 méterre, mindig mászál lesz, és akkor beállsz a kettő közé, vagy épp, hogy egy ilyen olyan stílust, ami összeillene ez egymással is. Na, az viszont nagyon zavar nekem. Azt az abszolút. Az igen. És akkor megkérdezik, hogy miért kiszok ennyit. Hát, hogy na, igen, hát élek. A végén már mindig. Romboljam az érzéket, minden állam. Tök jó, tényleg. És egyébként a koncertek, most így rátok nézek, milyen élmények? Tehát nektek az is egy buli, nem? Hát az. Az abszolút így van, tehát imádjuk csinálni, és minden egyes, mert azért van árnyoldala is természetesen, mert az ember ugye azt látja, hogy esetleg pénzben is, vagy bármiben is mi úgy vagyunk, hogy azért a másfél óráért, amit a színpadon töltünk, mi a maximum. Gyakorlatilag az a zenélés is kész. Utána hazamegyünk, és minden oké. Csak nem látja az ember az előtte lévő 3 órát, amit pakolással és vagy utazással tölt, és az utána lévő 3-4 óra hosszát, amit előtte lévünk. Így van, és akkor ne beszéljünk arról, hogy hány ember segít még abba, hogy egy koncert úgy hangozzon, ahogy hangzik egyébként. De természetesen teljes mértékben megéri. Tehát nem azt mondom, hogy balanszban van, mert sokkal inkább megéri, mint a, hát mondjam, a rossz oldala. A steg így van. Tehát ez egy csodálatos dolog az, hogy fölmész. Én több oldalról tudom mondani, mert a szimfonikus zenekarban is játszok, meg különböző zenekarokban is. A szimfonikus zenekarra egészen más hangulata van.
ott azért nagyon komoly, ott azért koncentrál az ember, ott is nagyon el tud fáradni egy koncerten, sőt, ugyanúgy el tud fáradni, mert a koncentráció az nagyon kiveszi az embernek az energiáját, de hogyha mondjuk a Kozunkuliszal vagyok, akkor már, tehát már amikor megyünk fel a színpadra, már az olyan stengbe kerül az ember. Igen, és igen, a fönt igen, a színpadon igen. is, amikor, tehát ez egészen más hangulata és más közeg és más érzés. Mind a kettő jó, igen, másféle. Nem tudom, hogy a színpadról ti szoktátok érezni, és mindegy, én csak megkérdezem, hogy én bármikor elmegyek egy koncertre, én állandóan érzem, hogy füveznek mellettem. Szívják a füves cigit ott folyamatosan. Én ott a színpadra egyébként ez felérződik, mert olyan mennyiségben van lent a tömegben. Mi nem érezzük, mert onnan jön. Elmesélem az élményemet a füves cigivel. No. Én egy német cirkuszban dolgoztam kint 99-ig, 4 évig dolgoztam kint, és ez egy utazó cirkusz volt, két havonta utazott egyik nagyvárosból a másikba, és pont Aachenben voltunk, a holland határ mellett. És valahogy az egyik nap délelőtt átmentünk három kollégával, hogy megnézzük, hogy milyen egy coffee shop. Átmentünk, én vezettem, én nem szívtam semmit, nem kértem semmit, ott ketten elszívtak, jó kedvük lett, a másik kollégámmal csak vásároltunk egy füves cigit, és ahogy lement este az előadás, egyszer csak így, bocsánat, kopogtatottam kollégám, hogy Robi, nem szívjuk el? Hát mondom, jó van, hát szívjuk el. És elkezdtem szívni, és előtte sosem volt ilyen tapasztalatom. Elkezdtük szívni, mondom, én nem érzek semmit, ez a szívjad, és akkor mondta nekem a tanácsokat, hogy tarts bent, akkor ezt csináld, azt csináld. Mondom, jó, de akkor sem érzek semmit. És egyik pillanatra úgy megütött, egyik pillanatra a másikra, hogy én nagyon rosszul voltam, mint hogyha egy liter pálinkát megittam volna, de ugye nem jött ki semmi, mert hát nem ittam semmit, de nagyon-nagyon rosszul voltam, és nekem ez a rossz élményem volt, és én azóta sem. Ez volt 1997 környékén. Akkor születtem. Na, tiszteletedre volt. Bocsánat, csak hogy megemlítsem. Tiszteletedre. Szóval nekem ez egy borzalmas élmény volt, uh-huh. és nem is vonz. Pont elég volt egy negatív elég. Tapasztalásnak. Elég. Úgyhogy ezt tudom javasolni mindenkinek, aki szeretné kipróbálni. Lehet, hogy jól jár, illetve jól fogja magát érezni tőle, de ne tegye szerintem, mert ez nem jó dolog, szerintem. Na és te, Erik? Szoktad érezni? Vendéglátásban a technobulikon állok. Te bent a technobulikon? Igen, ugye bent szokott lenni az akváriumban a technobuli, és akkor ugye valahogy beviszik magukkal. És oda lent rágyújtanak? Igen. Úristen, de kiteszik a pultra a csíkot, szépen felszívják onnan. És akkor így bevegyek, és akkor... Meséltek, tudod, meséltek. Persze, egyik barátunknak a barátnője. Amúgy már volt rá például, hogy én is láttam, ugye oda jöttek a pulthoz, azt hittük, hogy vásárolni, akkor ugye én bekeltem, töltöttem a hűtőket vízzel, ami mással töltélem a hűtőket egy technobulin, és rá így kicsapta a csíkot, felszívta, azt mehet visszatáncolni, így gotyogni. Téged nem kínáltak meg? Na! Vágás! Vágás! Anyukád nem fog beengedni, csak úgy mondom, hogy... Munka közben nem szabad ilyet elfogadni, sem alkoholt. Értjük! De azért az nagyon durva. Szerintem, mert hát nekem már természetes az a baj, hogy annyit megláttam. Ez már Chicago. De igazából a fűszög legjobban ott fent a Deák téren szokott érződni, és onnan leszáll lentre ugye a füstje, ott nagyon töményen. És nem véletlen, hogy így a rendőrök már néha kutyákkal járkálnak ott, hogy kiszűrjék azokat, meg elvegyék tőlük. Na várjátok, akkor kibeszéltük nagyjából a bulit, a piálást hozzá, kicsit a cigit, a füves cigit, tehát akkor a drogok. Tehát ti mit láttok? Mert én amikor elmegyek bulizni, sajnos azért látok embereket, akik ezt csinálják. Nekem nincs tapasztalatom, én nem látok, tényleg nem látok semmit. Az amúgy tényleg érdekes, de lekopogom, amúgy nem is szeretném, de még én sem láttam volna konkrétan azt, hogy valaki egyszer csinálta talán, volna. Egyszer talán játszottunk Kozombolisszal egy kis településen, elég olyan társaság volt tényleg, hogy hát nem is, na mindegy. És volt egy öreg bácsi, az szerintem nem ívott, tehát ez nem részeg lehetett, de úgy táncolt, mint hogyha be lett volna lőve. Uh-huh. Tehát én ott láttam talán egy ilyet, de igazából nem jellemző. Igazából nem. A legjobban úgy lehet ezt kiszűrni, ugye, hogy az mondom, mindenki látja, hogy milyen egy részeg ember, de a legjobban úgy látszik, hogy valakiben van valamilyen drog,
hogy jár a szája, vagy valamilyen kényszer cselekvést csinál, ami, aminek vagy nem esik le. Vagy jár a keze, vagy bármi okos cselekvés, igen. Úgy táncolt, hogy én, Fred Astaire, komolyan mondom, fantasztikusan táncolt, de hát egy 70 éves bácsika volt. Hm. És a fiatalra szívta magát. Igen, akkor talán akkor láttam egyszer, de nem jellemző, tehát én nem veszem észre. Én azt hiszem, hogy részeg. Én szeretnék megmaradni a kis naív Disney világomban, hogy ilyet nem csinálnak az emberek. Nem is csinálnak. De kipróbálni, ugye nem? Megéri mindent. Ez csak jó, most igen, mondom. Egyetlen. Ugye azért, hogy tudjad, hogy milyen a hatása, mert hogy egyszer voltam technóvuló, és akkor nagyon rosszul éreztem magat, mert egész este ittem, és ugye pörgött felettem a zene, és akkor így lejött hozzám az egyik ismerősöm, és negyed valami tablettát odadott, de hát ez már nem most volt. C-vitamin volt szerintem. És szerintem az a hatása az lett, hogy jó, hirtelen egy ilyen fél órán belül jól éreztem magam, meg csúgyan mondom, beindultam. De nem féltél, hogy mit kapsz? Mert nem. Én mindig attól is félek, amikor egy szórakozó helyen, hogy valahogy kérek egy italt, így de, nézek a pult, hogy úristen, bele ne tegyem valamit. De érződik meg, amúgy ilyen édes lesz a nyálad tőle, szóval, ha megiszod, egyből érzed az italban is, hogy édesebb de a kellett. De ha megírtad, akkor már teljesen mindegy, nem? De hát épp ezért mondom, hogy ő még nem próbálta, gondolom, hogy érződik, hogy édesebb az ital is a kelletténél. Hát, nagyon érdekes. Na és szerintetek miért van az, hogy legalábbis mi, nekem itt a környezetemben mindig az van, hogy itt Szolnokon nem lehet csinálni semmit, menjünk már el Szegedre, Debrecenbe, menjünk már fel Pestre egy éjszaka, stb. Miért lehet ez? Miért van az, hogy lehet, hogy nem feltétlenül Szolnok, de hogy bármelyik városban élünk, annyira megunjuk és menni akarunk és stb. Vagy azért, mert esetleg itt nincs elég, bocsánat, nincs itt elég szórakozóhely, vagy de nem tudom, hogy mit gondoltok erre, hogy ez miért lehet? Szerintem nem ez a közel, hanem hogyha valahol élsz, akkor ott elég időt bulizol, ugye ott mindig a kezdetek onnan vannak. Ha. És hogyha egy a kezdeteket már megunod, akkor tovább akarsz lépni, de mondjuk egy teleges Szolnok meg Pest azért összehasonlítatlan, meg egy Szolnok Szeged is egy összehasonlítatlan dolog. Egyetemváros. Mert hogyha valaki lejön Szegedről, akkor azt mondja, hogy Szolnok az egy vidék. Már neki az vidék, mert egyébként... De minden pestinek vidék, minden. Kajak. Volt olyan, hogy Pesten leszólták azt, hogy beszélek, ilyen tájszólás szerűen. Hát az ez miatt, az nagyon szólnak ki. És azt mondta Pesten, ugye az emiatt ott használják, és amikor az RTL klubban dolgoztam, így mondták, hogy de ez nem, ilyen nincs. Fejezzem be, mert unják, hogy mindig azt mondom, hogy ez miatt, és csak emiatt van. Pedig én nem vagyok pesti. Meg innestől. Tényleg, azt se tudják, hogy mi az, hogy tutyi. De amit nagyon idegesítem, hogy postás. Ezt úgy nyomják. Szallag. De ne, jó, most egy kicsit visszatérve, szóval, hogy meri ráununk itt erre a városra. Én szeretném. Bocsánat. Én szeretnék egyébként kiállni Szolnok mellett. Egyébként ilyen perspektívából még nem néztem ezt a történetet, és amúgy ebbe van valami tényleg az emberben, azért csak van egy természetes fejlődési vágy. Most ezt arra is értem, igen, hogy ha már itt kipróbáltam mindent, akkor akkor lépjünk fel, és ugye akár egyetemi szintű városba, aztán később ugye már ugye Pest az már világszintű város. Azt is meg tudod, hogy és utána meg még tovább akarnál, csak nincs Magyarországon kívül lenni hát tovább. Igen. De mi mindig úgy gondoltuk, mi egyébként na hát akkor fussunk neki még egyszer. Hogy mit is? Az egyik zenekaromban az Idával rengeteget beszélgetünk erről, ugye mi innen indultunk, és mi gyakran beszélgetünk erről, mi egyébként szeretjük ezt a várost, szeretünk itt élni. Igen, én szeretem. Egyáltalán nincs okunk panaszra, minden megadott nekünk eddig, amire szükségünk volt, és én egy picit úgy gondolom, hogy lehet én kicsit közhelyesen, de buli ott van, ahol te csinálsz, nem? Tehát, hogyha felhívod a barátaidat, haverjaidat, kiülünk valahova, vagy elmegyünk valahova, akkor ott jól érezzük magunkat. Nekem nem feltétlen releváns az, hogy milyen millióban, vagy hogy hol vagyunk éppen, vagy hogy milyen helyen, és meg megint visszakanyarodunk oda, hogy az a lényeg, hogy kivel. És akkor téma, meg beszédtéma mindig van új, úgyhogy így igazából nem nagyon pont emiatt ma kérdeztem egy növendékemet, egy középiskolás növendékemet ezzel kapcsolatban, hogy ő mit gondol erről, és azt mondja, hogy Szolnokon nincs olyan hely. Én nem tudom, mert én mondom, hogy nem szoktam így, hogy most ide megyek oda, tehát én nem tudom, de ő azt mondta, hogy nincs olyan hely, ahol a fiatalok, tehát az ő korosztály, hogy igazán jól tudja magát érezni, az a lent a rakparton esetleg, ami van, az jó. Vagy itt a Tiszaparton. Csak olcsóban lehet italozni. Igen, arra mondta, hogy az jó, de hogy máshol
igazából úgy nem tudja. Nagyon nem maradt semmi. Most a bowling center valami megy felmenőbe, de amúgy ezen kívül nagyon semmi más. Én sem tudok mondani. Meg annyi jó kocsma bezárt, ami előtte amúgy nagyon jól ment, és nagyon sokan jártak oda, és hirtelen így eltűnt. De ez nem a pandémia miatt. Nem a pandémia miatt, hanem úgy nem tudom, azt mondták, hogy elég, aztán bezáratták, vagy nem tudom. Nem tudom, én azt nem tudom, hogy... Most már csak a konkrétan a Tisza Park maradt, meg ugye nyaranta a dok, meg a bowling center. Ez a bumerang sincsen már egyébként? Az a közeg nekem teljesen kimaradt. Újra nyitott, de újra nyitott? De most az alá egyet tudom, az egyetlen bajom, hogy annyira nem járja a levegő, hogy egyszerűen rosszul bemész, és rosszul érzem magad, mert nincs levegő. Uh-huh. És még ráadásul meglát az italákat, hogy rosszul lép mellett, és akkor utána ismét rájön még egy sok is. Jellemző sok helyre most ez az italár, nem? Hát sajnos igen. Nem, hát sokan úgy csinálják, hogy mennek a bumerangba, kijönnek és elmennek a Woodleyba felesezni, és aztán visszamennek. Ha visszaengedik tehát, őket. Ha visszaengedik. Igen, hogy azért ilyen kis praktikákat mindig próbálnak. Mondjuk vendéglátó szemszögből egyébként ez tényleg nem korrekt, ha fent, ha üzemeltetsz egy szórakozó helyet, és ott megvannak ugye az árait, stb., akkor nyilván ugye te adod a szórakozási lehetőséget, és valamilyen szinten azért csak elvárod, hogy akkor a fogyasztás is ott történjen. Csak ugye az emberek szeretnének változatosan szórakozni, hogy mondjuk lehessen három buli hely közül választani, és ugye itt most egy van, és ugye emiatt meg igazából nyilván betveszed meg az alkohol. Attól függ, hogy milyen bulira vágyik az ember, mert hogyha arra vágyik, hogy beszélgessen, akkor elég egy is. Van egy kerthelyiség, ahol leül az ember, és akkor sörözik, beszélget. Olyan zenét nyom, amilyet csak szeretne. Hát, ha lehet ott mondjuk a kerthelyiségben. De valami van egy ilyen, nem tudom, egy ilyen érzés, hogyha elmegyünk egy ilyen szórakozó helyre, akkor hogy ott, nem tudom, hogy ott ahol mégiscsak egy, nekem, mert én ugye én szeretek, hogy mégiscsak, hogy a táncolok, jól érzem magam, nem foglalkozok azzal, hogy most ki mit, hogy néz, stb. És én például ezt szerettem, vagy szerettem most, ha nem tudom, hogyha most megint elmennék, így, hogy kimaradt egy év, azért én is sokat változtam. Lehet, hogy most már bemennék, és fordulnék ki, hogy Jézusom, én ezt miért szerettem? Tehát, hogy ugye nyilván változik az ember is, de ettől függetlenül mégis mindig teli van a bumerang. Tehát, hogy amit nyitott, én azért járok utána, és mégis vannak vendégeik. Hát nem tudom, én így nem egy-egy helyre járunk be a kollégákkal beszélgetni. Tehát én nem tudom így megmondani, hogy most én nem vágyom a táncra, az biztos. Nem, de az nem. Én inkább ülök. De ilyen kis netzparti, vagy valami, de azért mégiscsak van valami, ahol azért úgy kienkeded a gőz. Nem, hogy kicsit táncolsz, azért az én a boldogság része, nem a annyira tánc. Előttem van, így, nem arra, hogy annyira előttem van egy jó suli diszkó régen, emlékszem, hogy megvoltak a fiúk, leültek, nézte azt a lányt, aki tetszik, de nem tettél rá semmit. Itáltak a kis ütítőt. Elmentünk még egy 50 forintos gyömbérért, és néztük tovább a lányokat. Akkor még táncoltam nyilván, de mondom, a lassúzás az volt az én kedvencem, azon túl nem nagyon mentem. Te táncolsz, Erik? Nem, én sem vagyok az a nagyon táncos, én inkább a hátul az ugibó vagyok, így. Én nem is szokottam a seremet, másfél órájuk, mert többiek táncolnak. Nézd, nem, hogy nem, kell, megtanulod, az hazamész, hogy tükörül, hogy a bulizós táncot, azt lányok tanították meg nekem, és így kicsit kellemetlen. Ja, mindig így lemész, tudod, utána feljön. Ja, igen. Szép-tüzesen. Ugye a Morizonkon, nem tudom, hogy jártok-e, igen, tudjuk. Ott van ugye rúd, és ugye ott tanítottak pont a Morizonkba, és akkor így elég sok felvételt visszanéztem így józanul, és hát már kicsit gázosabbak voltak utólag, mint amikor ott még jót lettek tűnt rúdon táncolni. Ott akkor azt hittem, ez egy van jó ötlet. Van ilyen felvétel, hogy te rúdon táncolsz? Van, és úgy vetkőzök. Na, láttam, az már egy másik sztori. Azt láttam a YouTube-on, Erik. Megosztottam, ne haragudj. Ilyet nem. De és milyen típusú zenéket szeretsz? Vagy szerettek? Hát én jelenleg a drum and bass, meg a tech house, ez a kettő. Jó kis lépegető fel a kékesig. Hát a tech house az a dallamos technó, az nem az a... Nekem az is ilyen egy kutya, bocsánat. Én a koromnál fogva... Szubjektív műfaj, úgyhogy... Én a koromnál fogva ne keringőket szeretem. No. Nem, én a funkit, én az Earthwind Network Mundogengén megmaradtam ott, nekem az a Tower of Power. Nekem ez. Meg hát a pop zenét, tehát én nagyon sokféle zenét szeretek. Egyébként ami jó érdekes, zene, igen. Ezt akartam is mondani, hogy most sok jó. Minden szeretek, de amit hallgatok a jelenleg, az más.
én nekem is dallamtól, meg műfajtól függetlenül megfogja a fülemet egy szép dal, vagy egy jó dal, de alapvetően én is így a metal közegből jövök, metal, rock, és ennek bármilyen szüleménye. Hát én azt is szeretem, hogyha jó. De például nagyon sokan kérdezik, hogy ezek például a kották a kezemen, ezek tényleg... Ezeket játszottad, nem? Ez a puska, tudod. Valódi dalok, és például a kezemen Kovács Kati van, meg Komár László, meg... Hát igen, Cserhát és a többi, tehát ilyen régi nagy, tényleg nagyon na, szép azok, dolog. Azok nagyok. De egyébként divat úgymond a retro szám, de amit Mocsi mondtad. Amúgy ez annyira jó lenne tudni, volt is egy ilyen kérdés talán műsorról, vagy nem is tudom, hogy igen, a Margaret Island-del beszélgettek, és hogy mit gondolnak, hogy ami mai zene, abból mi az, ami érdemleges, vagy mi az, ami érdemes lesz, hogy később retroként emlegessük? Tehát, hogy van-e ma olyan dal, amit 50 év múlva azt mondjuk, hogy hey! Biztos, hogy van. Uh-huh. Vagy lesz. Hát, hogyha visszagondolunk ezekre a régi tánzalokra, ugye mi játszottuk ezeket a tánzalokat a Tánzal Fesztiválon, a Szolnok TV közvetítette, és hát olyan dalok vannak, olyan dallamvilág, olyan harmónia világ van a régi Cserhátiknak a... No, de az ma retro. Retro, de akkor is azokat is feldolgozzák persze. De persze. De hogy ha erre gondolunk, hogy az akkori dalokat most milyen szívesen hallgatják, vagy kik hallgatják, vagy hogy hallgatják, akkor ugyanúgy azok a dalok, amik most mennek, ugyanúgy fogják hallgatni, szerintem 40 év múlva a mostaniakat. Egy kicsit visszatérve a Tiszapartra egyébként, de nagyon meglepődök. Elkanyarodtunk? Nem, amikor annyira meglepődök, hogy megyek egy Tiszaparton, és látok ilyen kis 16-17 éveseket, és kis aranyosak, ott el vannak, beszélgetnek, minden, és szól ezen, és mondjuk egy Rómaiós Júliát hallgatnak. De én rendesen hallom, hogy üvöltetik. Borzalmasan változatos egyébként, valóban. És mennek úgymond ezek a retro szemek, és egyébként közben meg jó, mert a telitorokból üvöltik, és egyébként meg tényleg olyan kellemes, nem, hogy nem csak ez a lépegető, bocsánat, nem lépegető, ez ami dallamosabb lépegető. Szóval, hogy teljesen jó, olyan kellemes csalódás, nem? Hogy azért... Sokfélék az emberek, úgyhogy abszolút. A fiatalok is sokféle dolgot szeretnek. Viszont egy biztos, hogyha valaki elkezd inni, és valaki benyomják a retrót, aminek mindenki tudja a szövegét. De honnan? Nekem, én játszok egy Hackney zenekarba is édesanyámmal együtt, ezek bálok, lakodalmak, stb. És tényleg tök érdekes, hogy megszólal egy nádaházam, és fölállnak a 15-től a 60-ig mindenki, és telitorokból üvölti a szöveget miközben, tehát honnan tudja, érted? Mert ezek a dalok szájról szájra mentek, nem? Tehát ezt nem lemezen hallgattad, vagy YouTube-on, vagy bárhol, és nagyon érdekes, hogy honnan tudják ezeket a szövegeket. De ez csak részegen megy, mert már italos sem van, azért józanul nem kell senki. Tényleg, itt már meg ennek a lemeznek a szövegét. Na, hogy józanul még embert nem, nagyon kevés embert láttam énekelni. Ahogy igen. Viszont a korosztályra visszatérve, hogy ami én nagyon nem szeretek a Tiszaparton jelenleg bulizni, inkább ugye a Tisza felül felem, hogy ellepte, nem 16-17-te van, a 14-15-es korosztálya van a baj, hogy akkora szájuk lett, meg ugye annyival megváltozott ez a... Nincs bennük, nem úgy mondom, hogy nincs bennük tisztelet. Igen, és így odamész hozzá, és simán beszól neked, meg leszól, és így egyszerűen nincs életkedved ott lenni közöttük, hanem inkább elmész, és akkor odébb ülsz. Még jó, akkor is van ilyen, de szerencsére nem szabad általánosítani, mert mint hogy érted. Ez általánosítás, ez mindennapos kormány. Igen. És furán hangzik a számból, mert amikor én ezt mondom, hogy a mai fiatalok mindig leszoktak szólni, hogy öreg vagy csak. Fiatalok vagyunk. Igen, nem öregeznek állandóan. De annyira úgy érzem én például, hogy a köztem és a mostani 15 évesek közt már olyan generációs szakadék van, hogy már ez azzal a szlengel, én már nem tudok érvényesülni. Te izé generációs vagy, meg ők is. Izé, ja. Bocsánat. Csak annyit szeretnék mondani, mivel én tanítok gyerekeket, őt is tanítottam 11 évig, és hogy nagyon sokat változnak azért. Két év korkülönbség az rengeteget számít, vagy két év, három év egy-egy korosztályban. Hihetetlen változáson mennek keresztül, más a zenei ízlésük, másképp beszélnek, másképp állnak dolgokhoz hozzá. Tehát ezt a 10 évet, amit említettél, ez simán. Még kevesebb is elég. Még az is nagy különbség nekem, hogy én 22 leszek, és 18 évesekkel beszélgetni, az is már, már nem ugyanaz. Meg más, hogy vannak a dolgok, amiben nem értünk egyet például, hogy teljesen elmegyünk egymás mellett.
egy beszélgetés során. Igen. Na de ez egy generációs beszélgetésbe tartozna, szóval a pandémia titeket hogy érintett? Mármint, hogy ugye zenészek vagytok, mi élvezzük a zenét, meg a te is vendéglátok. Jó, én is a zenész legjobb barátja, igen. Azért én is hagytam abba a zenélés, szóval, hogy én is zenélek. Nagy tökéletes, szóval hallgatlak titeket. Borzasztó volt. Otthon ülni, az online tanítás ugye az. Ez egy hányadék volt konkrétan. Tehát azt nem érted meg bulinak. Zenét tanítani online nem lehet, amikor a gyereknek a fejét látom, vagy a homlokát, és akkor próbálom hallgatni, amit játszik, akkor torzít a számítógép. Meg késik akkor, a videó, meg nem tudok beleszólni, mert ő nem hallja, hogy igen. Valamit elront, és akkor mondom neki, hogy figyelj, hát elrontott, nem hall, állj meg, állj! És lejátszik egy fél oldal. Meg is halmozott, akkor játszott, mit bánom én. Is volt az a hiba? Elmondom mindent. Az emberse kapcsolatban meg, tehát ez tényleg hiányzott az, hogy az ember kiálljon, meg koncertezzen. Már rendesen rosszul éreztem magam, hogy egyszer nem tudok mit csinálni. Nagyon-nagyon rossz volt, tehát borzalmas. Abszolút. Nekem mindenféle szintéren, tehát az első hullám, mint ember, mint zenész, mint sportoló, mint bármi, engem teljesen lerombolt. Mert hogy milyen érdekes, hogyha pszichésen azt mondod az embereknek, hogy azért nem mehetsz ki, mert nem szabad, akkor rögtön bezárva érzed magad. Közben lehet, hogy amúgy nem menni sehova, mert miért menné egy kedd este bárhova egyébként. Este 10-kor nem mennél, vagy igen. Reggel 5 előtt nem mész sehova, de igen. Nem lehet. De ugye beléd van súgó, azért nem hisz, mert nem mehetsz. Ez az embernek ugye meg vannak bolondulva. De borzasztó. Jó, tényleg mennyiségére szóljon a világnak, hogy mindenben kedről szerdára át kellett állni. Online-ra, akár oktatás, akár bármilyen munkahelyről is beszélhetnék, csak ugye a tanításról tudok test közelből, mert ugye tanárként dolgoztam, de hát az ugye tanároknak is egy nagyon nagy megpróbáltatás volt. Főleg a másodiknak, én a másodiknál éreztem, hogy nem bírom tovább, hogy még kicsit tovább menjek, és a növendékek is, azt éreztem rajtuk, hogy teljesen kész vannak. Tehetetlen. És utána jött ez az oldás, szerencsére. És a koncertek, mondja Derik, de hogy a koncerteket hogy bírtátok ki? Vagy hogy nincsenek koncertek, abból a rutinból teljesen kiestetek. Hát, most még ha nem is az, hogy nincs pénz, ott is izgultál. Elővettem a hangszert, és elkezdtem izgulni, hogy úristen. Tehát nincs meg ez a feltöltődés, ez a buli, ez a szórakozás. Szóval mivel próbáltátok ezt helyettesíteni? Közben mondja Derik, még előtte. Visszatérve, hogy nekünk egyetemen ugye az első volt, ami nagyon nehéz, az első egy hónapban én sem tudtam magammal mit kezdeni, aztán szépen lassan hozzászoktam, aztán amikor már a másodikat bejelentették, október-november körül, mert ez töltésnapom előtt volt, úgyhogy november tehát volt meg. Kész valami tortát. Nem. Utólag. Hogy akkor már így nem is érdekelt nagyon, már annyira megszoktam, hogy mondom, ez igazából már ugyanaz, mint az előző, meg az oktatás is fel volt rá készülve nálunk, és így egész zökkenőmentesen ment az egész. Szóval, hogy a bulizás terét megoldva meg igazából, ha este 8 volt a kiárásítalom, este 11 tök mindegy volt. Akkor reggel 5-ig nyomtam. Na, hogy a fiatalok is azt csinált, nem, a fiatalok is azt csinálták, hogyha este 8-ig lehetett kiszönni. Na, van olyan, aki online bulizik. Volt, akkor ugye, egy, akkor ugye itt is azt láttam, hogy délután 4-kor kimentek suli után, iszogattak, 7-kor hazamentek, aztán meg volt oldva az a közösségi tér. Tehát egy kicsit igazából előrébb jöttünk, mert annó ilyen 10 körül mentünk mindig bulizni, 11 előtt nem kezdődik semmi, most meg már 6-kor fullon van a tizapart, meg minden, hát, tehát hogy annyira hozzászoktunk, és már 10-kor alszunk. Aki bulizni akar, az megoldja. Az, annak nincs, hogy most hajnal egy, vagy reggel egy lenne az időpont, akkor hogy kimennék hajnalban, mert hogy nem tudom. Én amikor így buliztam, legalábbis így akkor nyilván a 10 főt betartottuk, és akkor reggel 5-ig, de maga volt a pok. Amúgy simán kibírnám reggel 5-ig, de amikor tudod, hogy nem mehetsz ki reggel 5-ig, én rosszul vagyok, 4 óra van, úristen, még van egy óra, most mit csinálom? Gyorsan egy kávé. Gyorsan valamit, én nem tudom, még egy pohárra, tudod, nem tudom. Igen. Valamit ki kell találni. Na de most pont olvastam egy statisztikát, hogy most mi a helyzet, és most azt írták, hogy a házi bulik vannak ugye legelő, utána vannak a fesztiválok és a koncertek. Tehát ugye de miért van az, de majd most ugye, de hogy az érdeklődési kör, tehát hogy miért lehet az, hogy most így a pandémia után inkább fesztiválozni akar menni mindenki, mint koncertre. Én ezt nem értem. Kimaradt egy év fesztiválok terén, és mindenki, az újabb generáció is ki van éhezve arról, hogy még nem volt fesztiválon, és de koncert az többször lehet, mint fesztivál. Fesztivál évente egyszer van. Ha külföldi fellépőről beszélünk, akkor az ugye talán 2 évente, 4 évente egyszerűen, de azok fesztiválra jönnek, és nem külön koncertre.
egy magyar fellépő, az évente több helyen is fellép, és le tudsz oda utazni egy koncertre érte, de fesztiválra nem tudsz. Hát mondják le sorba a fesztiválokat a zenekar. De lesz Strandegefot, az a kettő nekem bőven jó. Ennyi. És ilyen nyári-téli szokások amúgy? Hogy például nyáron vannak ezek a fesztiválok, évente egyszer ugye koncertek, ilyen-olyan nyári bulitok, stb. De hogy télen. Télen is van milyen fesztivál. De milyen fesztivál van télen? Milyen szórakozási lehetőségek vannak? Igazából tudnánk mesélni róla, hogyha lenne tél. Ja, de ha lenne nyár. De igazából tehát a szívem vérzik. Egyébként tök jó ötlet volt az, jó, nyilván ezt is két oldalról támadták a pandémia miatt, de azért az, hogy nekünk hóágyúznunk kell egy dombot, hogy a fiatal gyerek lásson havat, és tudjon csúszkálni egy dombot. Ez nagyon morbid, és erről senki nem tehet nyilván, de ez érdekes, mert aki ma olyan 5-6 éves itt, akár Szolnokon Magyarországon, az nem élt meg szerintem rendes havat. Nem. Én hegyi ember vagyok, én Ózról jöttem, ott születtem, és ott, ahol mi laktunk, a 6. emelet magasságában volt a dombnak a teteje, és ott szánkóztunk. Na, hát igen. Csúszkáltunk, mert tehát voltak telek, meg hidegek. Meg estünk, meg tiszta havasak voltunk, igen, lefagyott igen, a lábunk, igen. Az ujjunk, mindenünk. Igen. Csizmába belement a hó, és úgy játszottunk tovább. És nem érdekel, így van. De most is olyan jó volt, hogy tanítottam is, hogy kimentél az udvarra, és emlékszem, egy napot elkapott az időjárás, tényleg esett a hó. Olyan jó volt látni, kimentél, és hógolyóztak meg építették a hóembereket, annyira jó volt látni. Aztán te 2-3 óra múlva már is olvadt, de azt addig a jó volt látni. És ez így eltűnt, pedig nekem egyébként, szerintem a kedvenc hónapom egyébként a tél. Én nagyon szeretem. Tehát akkor télen maradna úgymond a szórakozásnak ez a kis kocsmázás, házi bulik, valami plusz ötlet, beltéri koncertek. De tényleg amúgy télen is van fesztivál, csak az drágább nyilván, ugye meg télen van, meg ugye az hegyekben van fönt általában ilyen síeléssel összekötött. Na, Insta-sztorikat már láttam egyébként ilyenekről, csak még nem mentem el, de tényleg olyan jó. Nagyon jó. Én sem voltam még, de ismerősen volt, azt elég nagy mutatott rengeteg felvételt, és eszméletlen jó mondta, hogy is siel lefelé, és akkor itt meg mellette balról ott megy a koncert, és így nézi. Meg a pályákat is direkt úgy alakítják ki, hogy a színpad körül menjen. Amúgy ez nagyon jó. Folyamatosan szól a zene, igen. Tényleg teljesen kikapcsolódsz, chillezel, chill zone. Tényleg tök jó. Én ezekről nem hallottam, hogy így télen lehet ilyeneket. Na már megért eljönni a műsorba akkor. Tanultam. Sielés össze tudod kötni egy Flamco Fesztiállal. Dávid, ezt nem hallottam, hogy nincs rajta a füles. Pont eleget hallottam ennek, köszönöm. Kicsit gyakoroltunk előtte. És hogyha már bulizás, az mindig szeméttel jár. Csak egy kicsit szeretném ezt a témát is érinteni, mert azért fontos, és ugye most a kukákat, ezeket a nyári kukákat is kihelyezték ugye a Tiszapart, remélhetőleg már most hétvégén sokkal kevesebb lesz a szemét, de hogy azért mégis egy koncert, egy fesztivál mégis annyi szeméttel jár. Én úgy gondolom, hogy aki szemetel, annak teljesen mindegy, hogy ott van egy kuka, vagy sem. Így van. Szerintem így van, az mindegy. Így van. Persze jó, hogyha ott van, mert azért vannak, hogy pont azzal a növendékemmel is erről beszéltem ma, hogy a Tiszaparton milyen szemetet hagynak. És azt mondja, volt olyan, hogy ők hajnalban vagy arra jártak, és összeszedték a szemetet, mert annyi volt. De hogy azt nem tudom, hogy ilyen fiatalok hogy lehetnek, hogy ennyi igényük nincsen, hogy ott hagyják, mint hogyha otthon. De nem csak a fiatalok, tehát annyiból megvédem őket, hogy nem csak a fiatalok, hanem egy ilyen idősebb közeg is leül, hallgatja a kis zenét, feláll, ott hagy mindent. És nekem van, hogy szólok, de utána nyilván nekem ugatnak be, úgy mond, hogy mit képzelek magamról. Igen, ez szomorú. És ott hagyják. És jó, törés is van egy pár, de ez a szemét. Én erre azt tudom mondani, hogy amikor én elkezdtem bulizni, akkor még nem kellett a szemétkukák, mert akkor még mindenki hajlandó volt kilopni a szemetét. Ez úgy, hogy én még úgy 18-19 vele kezdődött ez a nagyon nagy szemetelés, és akkor emlékezek arra, hogy akkor volt, úgy nézett ki a Tiszapart, hogy még emberek is feküdtek a szemétben, nem hogy a szemét ott volt. De legalább, amióta kitették a kukákat, meg ugye azért megtelnek elég rendesen, csak az ki is kéne cserélni, hogy utána újból lehessen meg. Igen, csak ezt ugye nincs, ez embernek ilyen affinitása, kimenni hajnalban lecserélni. Igen, kapacitás biztos rá, mert egyébként még amíg ott nem volt, én kb. 2 hete voltam kint a Tiszaparton, és akkor a
volt a kuka, fullon volt, de tényleg a tetén alig, hogy megállt az a sörös doboz vagy üveg, és mellette így körbe szemét. De legalább oda, és még éven. Így is teli volt a Tiszapart, ott csináltam egy képet is, küldtem itt a Szolnok TV, hogy valamit csináljunk már erről, hogy talán egy kicsit kevesebb szemét lehessen. Egy konténert kell kirakni, nem egy kukákat, és abban lehet dolni. Hát vagy tényleg, vagy nem tudom, ilyen óránként valami önkéntes ízében szedjük a szemét, tehát hogy mindenkire rászólni fél óránként, hogy légy színe, dob már el. De egyébként sokkal több már a hajlam arra, hogy tényleg ne szemetik, mert már a csapból is ez folyik, mert azért óvjuk meg a földjünket. De igazából földünket, nem, én úgy gondolom. Én jobban nem is a szemetelés idegesít, hanem hogy amikor valaki összetöri az üveget, vagy dobja rá, és összetörik, és arra nem gondol, hogy ott ül másik 50 ember, akinek úgy sérülés is okozhat vele. Nem, ő eldobja meg, ő úgy gondolja, hogy az vicces. Hát nem tudom, én a múltkor pont rászóltam egy ilyen emberre, és hozzám vágta ennek a kupakját. Igen, még neki állt feljebb. Még neki állt feljebb, és akkor mondták, hogy akkor inkább hagyjam. Igen, az a baj, hogy ilyenek dobálják el, meg ilyenek nem foglalkoznak vele. De tőlük meg nyilván félnek, és nem feltétlenül szólnak rájuk, hogy akkor léci, ne dob már el, mert aztán félnek, hogy most ők is kapnak valamit a fejükkel. Mi pont Szegeden csináltunk, hát István barátommal voltunk lent a Tiszaparton, és annyi volt csak a jelenség, utolsó szád cigit vette ki a kisasszony a dobozból, üres volt a doboz, és akkor így elhajintotta. Pisti, még nem láttam még, hogy így tök jó volt a módszer. Oda ment Pisti, hogy odafutott a dobozhoz, fölment, és mondta, hogy ne haragudj, ezt elejtetted véletlenül. És csaj nem tudta hírni, kizökkentette teljesen abból alaz a eldobom, addig. Köszönöm. És én nem tudta hova tenni, és eltette a cigis dobozt. Vannak ilyen videók, amikor valaki kiszórja a szemetet a kocsiból, és visszaszórják az egész kocsiból. És az nagyon is jó. Igen, egyébként érdekes, hogy már nem, tehát ezt már rengeteg zenekar, zenész, előadó megénekelte, elmondta, filmek szólnak erről. Szerintem már egyébként a filmek többsége utal arról, hogy úszunk a szemétbe, és kicsit tegyünk már ennek az érdekében, hogy picit tisztábbak legyünk. Hát, nem tudom, én megmondom az őszintét, én nem látok javulást sajnos, de ez az én szubjektív véleményem. Én például rosszabbnak látom. Igen, én egyszerűen nem értem, például azzal nem tudok ide azonosulni, hogy mióta kitalálták a cigarettát például. És most nem azért mondom már, hogy rossz vagy bármit, az világ életükben miért terjedt el, hogy azt csak így el lehet dobni? Tehát értem, hogy lazal mozdulat, meg hogy a földre ér, és akkor így szétpukkant, tök jó kip, minituzi játékban, de ezt például nem tudom, hogy ez a kezdetek óta ez miért így működik. Hát azért volt már elég nagy tűz is ebből, hogy csak random így valaki eldobta. Biztos vagyok benne, igen, de azóta is, tehát a Tiszaparttól is más se lát az ember, csak de szívd el, egészségedre, csak van kuka, van habutál. De ez a szemét még lebomlik, de a műanyag, amit elrobnak, az nem bomlik le azzal, hát amit csinálsz. De a cigaretta, az papír, meg a szűrő is valamilyen papírszerű. Hát van benne abban valami más anyag is, nem? Nem tudom, én azt tudom, hogy tavaly is osztogattak ilyen kis edényeket, hogy abba gyűjtsék a csikkeket, pont a Tiszapart. És ez is zseniális ötlet volt egyébként. Nagyon jó, tényleg. Igen. Ilyen kis flakonokat, és akkor felkezd, kiüríted a kukába, visszajössz, és újra tudod bele dobálgatni. Tök jó, tényleg. Na, és zárásként, mert annyira jókat tudtam, hogy beszélni szerintem még egy órán keresztül. Már ott tartunk. Viszont a műsoridő meg, igen, elfogyott. Annyi, hogy ti mit gondoltak így a jövőről? Most így, ha már úgyis Covid meg minden volt, és most indul újra ez az egész élet. Szóval, hogy képzeljétek el, hogy maradnak inkább ezekbe a házi bulikba, elmennek rendesen koncertezni, visszáll minden régi kerékvágásba, avagy sem? Szerintem sokat változott minden, és szerintem ugyanolyan úgy se lesz. Ez egy kicsit szerintem szolidabb lesz. Valami valószínű, hogy biztos, hogy tanított minket valamire ez az időszak. Tehát úgy, mint régen, szerintem se lesz majd. Lehet, hogy jobb lesz. Ki tudja. Hát nem tudom. Egyébként volt pozitív hozadéka is ennek az időszaknak egyébként. Tehát nem akarok belemenni, mert hát tényleg lehetne órákat beszélgetni. Hatása volt. Igen. Akkor nem mentek a repülők, nem ment semmi. Jobb volt a levegő. És kimutathatóan jobb volt a levegő általában. Igen. Igen. Az javultak az emberi kapcsolatok akár otthon, vagy épp romlottak, de valamerre elmondták. Hogy igazából le tudtad bontani ezeket a kapcsolatokat, amit mérgezőek voltak a számod, és az biztos, hogy meg volt időt felismerni, nem volt az, hogy mindig mindent kell csinálni, hanem kicsit megállhatsz, lelassíthatsz.
Viszont a bulizás kuszutérre szerintem ugye minden ilyen időszak után, vagy hogy ez egy ilyen felmérés, hogy mindig jön egy durvább időszak, amikor az emberek mennek és csinálják, és nagyon megtelnek a bulizóják, aztán, hogyha az emberek kiégnek, vagy hát ez ilyen kiégés alapon, akkor utána meg visszaállunk a viszonylag változatosabb Tehát egy év múlva ezt meglátjuk szerintem. De most biztos, hogyha most annyi tele teljesen kinyitnak, és nagyon sok koncert, ez mindegyik fullon lesz, és már nem tudsz jegyeket venni rá. Az biztos. Hát már most sem lehet sehol sem menni, Magyarországon belül szerintem nyaralni se. Külföldre szerintem nem szívesen jönnek, mert szerintem az emberek, vagy nagyon kevés százalékban nyaralni, bulizni, teljesen mindegy szerintem. Hát nem tudom, majd meglátjuk egy év múlva, hogy mi lesz. De a vendéglátás megszedi magát legalább, az a hiány, az visszajön nekik. De, és hogyha lesz egy hullám... Ne legyen. Hát ne legyen. És akkor proféta szóljon belőletek, jó? Hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Mi köszöntünk a lehetőséget. Igazából a számlaszámomat oda tettem. Úgy érzem, hogy még mi tovább fogunk mindjárt beszélgetni, de a kedves nézőktől én most elköszönnék, jövő héten újra találkozunk, és jó szórakozást kívánok! Egy olyan zóna, amiben minden belefér. Változatos témák, változó vendégek. Chill Zone, a Szolnok Televízió podcastje, ahol a változás az egyetlen állandó.